Több-kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Rónai Egonnal. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mibe fektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden, ami a pénztárcánkat érinti. A Spirit FM-et hallgatják, a Több-kevesebb című gazdasági magazint. Rónai Egon vagyok, Somodi Solymos Eszter a mai műsor szerkesztője, és hogy mi lesz a műsorban. Először sok pénzről beszélünk, ami jut majd nekünk, legalábbis ez egy feltételezése a Konjunktúra Kutató Intézetnek. Aztán pedig beszélgetünk arról, hogy miért lesz valakiknek mégis kevesebb, mint amit remélték, mint ahogy reménykedtek, nem lesz idén ugyanis nyugdíjprémium, de ezen túlmenőleg a nyugdíjasok helyzetéről úgy általában is ejtünk néhány szót. Aztán olyat jelentett be a kormány, amire állítólag 30 éve várnak a magyarok, hát már aki a szívén viseli a feldolgozóipar sorsát Magyarországon, cukorgyár épül, ez a bejelentés, és hát hogy mennyire hiányzik ez, azt mutatja nagyjából meg a legjobban, hogy bemegyünk egy boltba, és nem látunk magyar gyártmányú cukrot már, hogy feldolgozottat. Talán másképp lesz ez. És a végére, ha már kereskedelem, akkor a kereskedelem változó szerkezetéről is beszélünk, és arról, hogy érdemesebb a Magyarországon boltot nyitni, vagy igazából azzal számolhat az ember, hogy erre könnyen ráfaraghat. Ezek a mai műsor témái. Kezdjük Palóc Évával, a Coping Tárki Konjunktúra Intézet vezérigazgatójával. Jó napot kívánok! Jó napot kívánok! Azt mondom, hogy sok pénz jön. Ezt azért mondom, mert önök ezt remélik, és tulajdonképpen a reménynél több, hát hiszen az önök előrejelzése azért megalapozott gazdasági adatokról szól. A kutató cége szerint gyors lehet a reálbérek növekedése. Miből látják ezt? Hát abból látjuk, hogy milyen lesz a nominális bérek emelkedése. Ez is egyfajta feltételezés, előrejelzés, illetve hogy mennyi lesz az infláció. Az, hogy 10% feletti lesz a nominális bérek, tehát a folyó áron mért bérek emelkedése, azt már az a tény kijelölte, hogy 2023. decemberétől a kormány, a munkaadók és a munkavállalók a minimálbér 10, illetve 15%-os emelésében állapodtak meg. 10%-kal nőtt, de már decembertől, általában januárban szokott, de ezt előre hozták decemberre, 10%-kal nőtt decembertől a szakképzett dolgozók minimálbére, tehát aki bármiféle középfokú végzettséggel vagy szakmával rendelkezik, és 15%-kal a képzetleneké. Tehát ebből világos volt, hogy 10% fölötti béremelkedésnek kell történni, mert a minimál béremelés, ugye ez a legkisebb bér, felfelé tolja a béreket, mert egyébként bértolódás alakulna ki. Ha nem emelnék a minimálbér fölötti béreket, akkor előbb-utóbb mindenki minimálbért keresne, és akkor nem lenne semmiféle differenciálás a különböző felkészültségű, szorgalmú, lojalitású munkaerő között. Tehát ezzel azt mondja, hogy ez a minimálbér emelés, ez a 15%-os, ez voltak éppen a teljes bérpiacot megmozgatja. Megmozgatja mindig a bérpiacot, de azért még van másik tényező is. Na azért a korrektség kedvéért tegyük hozzá, hogy 2023-ban viszont reálbér csökkenés történt. Tehát akkor ugye az infláció 17,6% volt, a nominális folyóáron számolt bérek pedig nem nőttek 16%-kal sem. Tehát amikor megállapodtak a szakszervezetek meg a munkaadók, akkor ezt is figyelembe vették, hogy 23-ban a munkavállalók reálbér csökkenést szenvedtek el. Tehát ez is egyfajta kompenzációja volt ez a 23 decemberétől 24 végéig érvényes minimálbér, és hát azon kívül van még egy tényező, hogy hát elég súlyos munkaerő hiány van. Tehát nem csak a minimálbér nyomta föl a béreket, ez inkább a szabályozási feltétel, de hát a munkaadók kénytelenek nagyon gyakran jóval az előzetes számításaikat meghaladó béreket adni bizonyos dolgozóknak, hogyha azt akarják, hogy munkaerőhöz jusson. Ennek ellenére itt, hogyha összevetjük a nemzetközi adatokkal a Magyarországit, miközben azt látjuk, hogy számos ponton
olyan árak vannak, mint bárhol mondjuk az Európai Unió területén, és ez elég elmenni egy bevásárlásra, vagy elég megállni egy benzinkútnál. Közben azért azt látjuk, hogy most is az a helyzet, hogy a nettó mediánbér, tehát az a bizonyos középérték, az még mindig olyan összeg, ami az 1000 eurót sem éri el. És hát azért, hogyha ezt vetjük össze más Európai Uniós országok béreivel, akkor azt kell látnunk, hogy iszonyatos a lemaradás. Igen, pontosan ez a helyzet, és azért is mondtam, hogy tavaly reálbér csökkenés történt, mert hogy tavaly olyan óriási áremelkedés volt Magyarországon, minden EU-s országét meghaladó, volt, akit sokszorosan meghaladó áremelkedés, de hát ezt tudjuk, erről sokat beszéltünk, ami olyan mértékben felemelte az árakat, hogy most már a magyarországi, mondjuk mindennapi cikkek, ugye ezt a mindennap vásárolt élelmiszerek, gyakran vásárolt cikkeknek az árát lényegében föltolta a nálunk fejlettebb, magasabb bérrel rendelkező országok szintjére. És hiába megy vissza az infláció, tehát már lassú, már 3-4% közötti, és azt lehet mondani, hogy az inflációt, hogy szokták mondani, akkor már van, legyőztük, valamilyen hasonló. Tehát, valami grandiózus kifejezést kell ilyenkor használni. Igen. Tehát most már annak annyi, földre tepeltük mondjuk, de attól még az ár, a magas árak ott maradnak velünk. Hát igen, hát hiába megy vissza mindig az infláció, az igen. Ár soha többé nem lesz ott, ahol volt 3 évvel ezelőtt mondjuk. Hát az már soha nem történik, mert hát lehet, hogy most egyébként némi 1-2%-os ár csökkenés volt az élelmiszerek terén, úgy összességében, átlagosan. Valamelyik nőtt, van amelyik csökkent, de átlagosan 1-2%-kal csökkent az ár, de az előző évben az élelmiszerek ára 50%-kal emelkedett, tehát 23 elején a másfélszerese volt annak, mint egy évvel korábban. Ez már nem fog visszajönni. És ugye az a probléma, hogy ez az árszint már velünk marad, és ilyen mértékben a bérek nyilván nem emelkedhetnek, tehát ebben az értelemben a magyar munkavállalók veszteséget szenvedtek el. És hát nagyjából ez leírja azt is, amire egyébként nagyon sokan csodálkozva szoktak reagálni, amikor hallják azt, hogy mondjuk Bulgáriához mérhető most már a magyar átlag életszínvonal, mert hogy az összes többi Európai Uniós ország vagy utolért minket a korábbi nehezebb helyzetéből, vagy már réges-rég meghaladott minket. Hát így nagyjából van. Ez írja le a legpontosabban azt, hogy miért vagyunk mi a legnagyobb bajban az Európai Uniós tagállamok közül. Pontosan így van, tehát a magyar bérek azok nagyon jelentős mértékben elmaradtak a most már, ahogy mondja, nem csak a nálunk jóval fejlettebb országokétól is, hanem a hozzánk nagyjából hasonló adottságú és fejlettségű országokétól. Ez valóban így van. Mi kellene ahhoz, hogy ebben változás legyen? Nyilván ez nem elhatározás kérdése, tehát hogyha egy ország nem termeli meg, hogyha nincs hozzá forrás, nincs hozzá mögöttes gazdasági erő, akkor nem lehet 50-100%-kal bért emelni. Így van, most itt jön az a mondat, amit általában nem szoktak szerezni, hogy a termelékenységet kellene növelni. Tehát, hogy egy dolgozó mekkora termékmennyiséget vagy hozzáadott értéket, tehát új értéket tud előállítani. És ez nem a dolgozótól függ, tehát nem, a magyar dolgozó az nem rosszabb, mint bármelyik más dolgozó. Ezt tudjuk jól onnan, hogyha elmegy külföldre egy építőipari munkás, akkor hirtelen kétszeresére nő a úgymond termelékenységem, mert olyan technológiával dolgozik, olyan gépekkel, olyan berendezésekkel, ami lehetővé teszi a gyors és hatékony munkavégzést. Tehát itt alapjában véve beruházásokat kellene végrehajtani a cégeknek, akik az elmúlt években erre nem nagyon voltak hajlandók, vagy nem vagy képesek, nagyon alacsony a vállalati beruházás, és nagyon alacsony a vállalati technológiai beruházás, tehát az a fajta megújulás, amitől ha egy dolgozó kétszer annyi terméket tud előállítani, akkor a bére is, ha nem is kétszer annyi, de mondjuk másfélszer annyi lehet. De ez sajnos Magyarországon nem így van. Az elmúlt évtizedben Magyarországon az egyik leglassabban nőtt ez a bizonyos termelékenység, tehát az egy dolgozó által előállított termékek és szolgáltatások mennyisége.
Önök 3,5% körüli fogyasztás bővülésre számítanak 2024-ben, ehhez képest azért nagyságrenden nagyobb a jövedelem bővülés. Hogy a kettő nem azonos mértékű, azt nagyjából azzal tudjuk magyarázni, hogy nincs tartalék a háztartásokban, tehát amihez hozzájutnak a háztartások, azt azonnal nem akarják elkölteni? Ugye ez egy hosszabb távú folyamat, ugye itt már a Covid idején, meg utána ez az óriási infláció idején nagyon nagy sok érte a háztartásokat. Nagyon sok háztartás került nagyon nehéz helyzetbe, és ilyenkor működik az a mechanizmus, hogy az a háztartás, vagy az a lakossági ember, aki nem is került nagyon-nagyon nehéz helyzetbe, tehát mondjuk megőrizte a munkáját, azért belép az a bizonyos óvatossági tényező. Tehát ilyenkor, amikor látják, hogy nagyon rossz a helyzet, vagy közvetlenül számukra, vagy másokra, akkor a lakosság elkezd sokkal többet megtakarítani. Nyilván csak azt tud megtakarítani, akinek erre pénzügyi lehetősége van, de azért érezhetően jobban működik ez a megtakarítási törekvés, elhalasztanak bizonyos nem feltétlenül szükséges vásárlásokat, hogy pénzügyi tartalékot képezzenek arra, hogy ha egyszer megint rossz világ jön, mondjuk, mint amilyen tavaly előtt volt, amikor az óriási áremelés miatt, hát igen, és például nagyon sok alacsony keresetűnek tízszer meg kellett nézni egy terméknek az árát, hogy néha visszatenni a polcra, olyan nehéz helyzetbe került, hogy tartalékokat képezzenek. Világos. Most ugye 13,5%-os bruttó nominálbér növekedésről beszéltünk, és 3,5%-os ehhez képest vérsékletnek mondható fogyasztás bővülésről. Köszönöm szépen, hogy ezeket megbeszélhettük. Palóci Évát hallották, a Kopint Tárki Konjunktúra Kutató Intézet vezérigazgatóját. Viszont hallásra. Én is köszönöm, viszont hallásra. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Rónai Egonnal. Egy cikkből fogok idézni önöknek, kedves hallgatók, új valóságra helyezi a kormány az idei költségvetést. Hát így is lehet mondani. Az a szembe jött a vonat, és a vonaton ült valóság nagybácsi. Ez azt mutatja, hogy a költségvetéssel baj van. Meg azt is mutatja, hogy a nyugdíjasok sok jóra nem számíthatnak, hogyha például abban reménykedtek, hogy ebben az évben is, mint hogy az elmúlt esztendőben kapnak nyugdíjprémiumot, mert hogy a növekedés, hát azzal is gond van a költségvetés terveihez képest. Jóval alacsonyabb növekedést lát most Varga Mihály maga előtt. De mit lát a szakértő? Ezért hívjuk, és ezért kerestük Karácsony Mihályt, a nyugdíjas parlament elnökét. Jó napot kívánok! Jó napot kívánok! Hát igen, jól vezette fel, nevezetesen, amikor erre az évre tervezett a kormány, akkor azt gondolta, hogy a GDP növekedés 4% lesz. Aztán jött a valóság, ahogy mondta, jött velünk szembe a valóság, és hát most kénytelen volt Varga Mihály kiülni múlt pénteken kormányszóvivői értekezleten, és azt mondta, hogy hát nem lesz annyi, hanem csak 2,5%-ot gondol most. Vannak olyan szakértők, akik azt mondták, ennyi se lesz. De ez egy szomorú az ország részére, de még szomorúbb a nyugdíjasok részére. Mert ugye a törvényes előírások úgy szólnak, hogy amennyiben 3,5%-ot meghaladja a GDP növekedés, akkor novemberben a nyugdíjasoknak nyugdíjprémiumot kell fizetni. Most hát látjuk, hogy ez kilátás nincs erre, de megjegyzem, hogy tavaly se kapták már meg, mert tavaly 4,1%-ot tervezett a kormány, és a ténylegesen 1,5% volt. De ami nekünk nagyon fáj, az, hogy a költségvetés elfogadásakor beterveztek célprémiumot, tavaly 24,9-et, idén 20,5-öt. És ezt mi nagyon szeretnénk, ha már ezt a nyugdíjasoknak szánták, akkor ez ne legyen ebből reptérvásárlás, vagy Vodafone vásárlás, és nem akarom sorolni azokat, hanem akkor ezt adják oda a nyugdíjasoknak, ha nekik
szánták. Hát már csak azért is, mert ugye ön átküldött ide néhány adatot nekünk, és ezt az szerkesztő kollégámtól meg is kaptam, és ebből olvasom, hogy 100 ezer forint alatti közfinanszírozott nyugellátásban részesül 198.927 fő, tehát gyakorlatilag 200 000 ember van, aki 100 ezer alatt kap. Hogy ebből hogy lehet megélni, azt kinek-kinek a fantáziájára bízom, de hát ha lenne forrás rajtuk segíteni, miért ne tennénk? Így van, mi azt gondoljuk, hogy az egyik variáció az, hogy ez már a 20,5 milliárd ott van a polcon, ez már nyugdíjasoknak van odaígérve, akkor oké, ne nyugdíjprémium címén, ha nem adják oda egyszeri segélyként az előbb említett 200 000 nagyon alacsony nyugellátásban részesült személynek, mindenki kaphatna egyszer 100 000 forintot, ő örülne kifizetni az adósságait, visszaválthatná az aciba berakott meglévő kicsi kis családi ékszereit, ami arra kényszerítette, hogy egyáltalán élni tudjon, befizethetni a félrerakott csekkeket, tehát fellélegezhetne. Ez az egyik variáció, hogy ezt a 20,5 milliárdból adjunk minden 200 000 forint alattinak 100 000 forintot, és akkor ez szerintünk nagyon humánus. Gyakorlatilag emberi, pont kijön belőle, tehát pont, csak hozzá sem kell nyúlni semmilyen forráshoz egyébként. Így van, így van. Ez az egyik variáció, amit mi gondolunk. A másik variáció, hogy a mai költségvetési törvény ismeri a méltányossági nyugellátással kapcsolatos eljárásokat. Van nyugdíj megállapítás méltányosság alapon, van nyugdíj emelés méltányosság alapon, és van egyszeri segély méltányossági alapon. De olyan kevés összeget terveztek erre, összességében 1 milliárd 5-öt, mert 300, 900 és 600, hogy gyakorlatban az van, hogy az év közepére ezek elfogynak. És hiába ad be 60 000 ember méltányosági nyugdíj emelésre igényt, azt a választ kapja, hogy a keret kimerült, sajnos nem kaphat. Ezért mi azt gondoljuk, hogy ezeket a méltányossági alapokat kellene jelentősen megnövelni ebből a 20,5 milliárdból. Nem kérünk többet, és a hozzájutás kereteit is, vagy feltételeit egy kicsit lazítani. Ugyanis a hozzájutás kicsit bonyolult, de közös bennük az, hogy 120 000 forintnál alacsonyabbnak kell lenni a nyugellátásának az illetőnek, akkor adhat be egyáltalán kérvényt, aminek az 50%-át el is utasítják, mert elfogyott a pénz. Most azt gondoljuk, hogy ez lenne a másik variáció, hogy ezeknek a nagyon rosszul fizetett, nagyon elkeseredett szegény embereknek legalább akkor a méltányossági alapon azt külön megvizsgálják, tehát nem automatikusan, és kaphatnának mondjuk méltányossági nyugdíjemelést. Szerintem nem tudja mindenki, hogy kérhet méltányossági ellátást így úgy amúgy, tehát legyen az mondjuk segély, ahogy mondta az előbb, vagy emelés. Igen. Ennek mik a feltételei, nagyon röviden? Hát az egyik az, hogy 3 évente egyszer lehet kérni, aztán azzal, hogy az egyéb pénzbeli ellátásokkal együtt nem haladhatja meg a 120 000 forintot. Most itt megállok és egy csillagot teszek. Most ugye körülbelül 600 000 olyan nyugdíjas van, aki elvesztette a párját, és özvegyi nyugdíjat is kap. Tehát kapja az nagyon alacsony nyugdíjat, plusz özvegyi. De ezzel már túllépte a 120 000-et, ezért ő már nem is kérhet. Mondhatni, gazdagon van megfizetve államunk hát, szerint. Igen. Tehát alapvetően ezek a feltételei, lehet kérni ügyfélkapunk keresztül. Tehát én arra kérném azokat a hallgatókat, akik írni, olvasni tudnak, otthonosan mozognak a számítógépen, segítsenek azoknak a rászorultaknak, akik nem tudnak ügyfélkaput kezelni, nem tudják, hogyan kell. Nagyon egyszerű nyomtatvány, ügyfélkapunk keresztül be lehet adni, és hát a szerencséje van, akkor kap is, és ha mi javaslatunk megfogadásra talál, és felemelik ezt a jelentősen ezeket a méltányosági kereteket, akkor hát mindenki sikerhez juthat. Van valamiféle fogadókészség? Beszéltek, tárgyaltak valakivel a kormány részéről erről az egyébként meglévő összegről? Hát mi eljutattuk ezen javaslatainkat a pénzügyminisztériumnak is, meg a miniszterelnöki hivatal megbízott emberéhez, meg államtitkárához. Hát azt mondták, hogy vizsgáljuk a kérdést. De
nem sok jót sejtett, hogy ugyanezen a kormányszövői értekezleten rákérdezett, talán az önök egyik újságíró, aki ott volt, hogy mi lesz a sorsa ennek a 20,5 milliárdnak, és azt a választ kapta Varga Mihály pénzügyminisztert, hogy lesz ennek helye. Hát igen. Hát ez nem hangzott jól. Ez nagyjából összecseng az előző beszélgetéssel, amit Palóc Évával folytattam arról, hogy mennyire sok helyre kell a pénz, és mennyire nincsen pénz. Igen. Nyilván a nyugdíjasok ilyenkor lehet, hogy akkor meggondolkodásában egyel hátrébb szorulnak, mint amikor a választási kampányról van szó, de most ez egy lehető rossz indulatú megjegyzés volt, úgyhogy vissza is szívtam, és így búcsúzom el öntől. Karácsony Mihállyal beszélgettem, a nyugdíjas parlament elnökével. Köszönöm a megkeresését. Viszonthallásra. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora. Rónai Egonnal. Folytatva gazdasági magazinunkat beszéljünk Nagy István agrárminiszter 5 pontos tervéről. Leginkább a Kormányinfón lehetett erről eddig hallani. A legutóbbi Kormányinfón bejelentette ugyanis, hogy van neki ilyen intézkedés csomagja. A kormány döntése alapján az európai agráriumban kialakult helyzetre reagálva jött ez létre. Azért keressük Sarkadi I. és Csabát, az Economics újságíróját, hogy végigbeszéljük ezt az 5 pontot, vagy legalábbis azt, ami erről egyelőre tudható. Van ennek olyan része, amire valószínűleg az agráriumban dolgozók régóta várnak, a feldolgozóipar feltámasztása. Szervusz, jó napot kívánok, Csaba! Szervusz, és üdvözlöm a kedves hallgatókat is! Szóval mit tudunk erről az 5 pontról? Nem szeretném a időt se húzni, meg mondjuk szembe menni se a szerkesztői akarattal, hiszen mindannyian tudjuk, hogy milyen jó fejek a szerkesztők, de nem pont minden 5 pont, nem az összes ponttal szeretnék foglalkozni, mert talán nem is annyira fontosak, hanem talán a legfontosabbal ugye a feldolgozóiparnak az újraélesztése, hiszen ebben az 5 pontban ugye többek között benne van az is, hogy szigorítják a importbehozatalt ugye azokra a termékekre is, amelyeket ugye Ukrajnából származnak, tehát nem biztos, hogy minden közvetlenül hat majd a feldolgozóiparra. Az viszont kétségtelenül egy nagyon-nagyon jó hír, hogy több 100 milliárd forinttal támogatni fogják a vállalkozásokat, az agrárvállalkozásokat egyfajta szemléletváltásra, meg is úgy képzeljük el, hogy, és erről beszélgettünk már korábban beruházókkal is, banki finanszírozókkal is, hogy meg kell értenünk, hogy az a fajta növénytermesztés, amiben idáig voltunk, az sok szempontból sem gazdaságos. Egyrészt azért, mert ugye nagyon alapszinten tartja az alapanyagokat, tehát amiket ugye eladunk, ahhoz nem kell túl sok minden, és nem is hoz belőle túl sok pénzt. Másrészt a szélsőséges időjárás miatt ugye láttuk azt is, hogy milyen asszályok vannak, vagy éppen milyen víz viszi el, vagy csapadék viszi el ezeket a termékeket, így nem lehet kiszámítható gazdaságot építeni rá. És hála Isten végre megértették a döntéshozóink, hogy amit 30 éve így úgy tönkretettek, azt most újra kell építeni. Ugye volt nekünk egy híres cukorgyárunk, például a Kabai. Nagyon sokan azóta is azt emlegetik, hogy na azt például miért kellett bezárni? Ez most erre a kérdésre egyfajta válasz, hogy igen, nem kellett volna, és akkor most csináljuk meg újra? Igen, hát ugye ez a szimbolikus, és ezért is igazából tetszett is, amit Nagy István agrárminiszter a kérdésemre válaszolt a Kormányinfón, hogy ugye cukorgyárat akarnak építeni, hiszen tényleg a magyar agrárfeldolgozóiparnak ez volt tényleg az ászlós hajója, hogy miért nincsen cukorgyárunk, hát ugye mindig ezt szokták kérdezgetni, de ezt olyan szinten is meg kell érteni, hogy ugye a vállalkozásoknak a digitalizáció, a mesterséges intelligencia használata, a gépesítés, illetve az, hogy azt a terméket, azt az alapanyagot, amit megtermelnek, azt ne zsákban aztán továbbadják, felteszik a vonatra, hanem legyen arra technológia, legyen arra képesség, legyen arra képesítés, hogy ezt akár saját területükön, vagy akár közösen ezt fel tudják dolgozni, és nem mint simán búzát adják el, hanem vagy akár már úgy, hogy hústermékként, ugye azt a gabonát megeszi az állat, és ugye azt feldolgozzák, vagy pedig ugye a megtermelt élelmiszeralapanyagotból csináljanak valamit, amit utána el tudnak adni, és vissza tudunk kerülni a polcokra. Itt az ősbűn az a privatizáció idején zajlott, amikor az történt, hogy az élelmiszer meg a feldolgozóipar gyárait
amit eladták külföldieknek, mondván, hogy akkor majd ők ezt fejlesztik, ők viszont csak piacot vertek, gyárat nem kértek, köszönik. És ezeket be is zárták sorra. Igen, és utána pedig, amit ugye láthattunk a jelenlegi kormány regnálása alatt is, hogy olyan monokultúra jelent meg Magyarországon is, amikor ugye körbenézünk, és csak egy óriási mondjuk búzamezőket látunk, ami ugye szintén nem éppen a fejlett nyugati agrár 3.0-ás mezőgazdaságot jelenti, hiszen az, hogy termeljünk óriási területeken egyfajta gabonát, az ugye nem piacképes, mondjuk főleg úgy, hogyha Ukrajnát mindenképpen fel fogják ugye venni akár az Unióba, így úgy valamilyen szinten, legalábbis lesz közös piac, de már most is láthatjuk, hogy ugye a dömpingáron érkező, Ukrajnából érkező gabona, hogy tönkre tudja tenni, és nem csak a magyar, hanem a térségünknek, sőt, akár még a németország is, spanyolországi gazdákat is. Tehát olyan helyzetet kell teremteni, ahol nekünk lehet versenyelőnyünk. Ebben nem lehet. Tehát akármit is csinálunk, nem tudunk olyan olcsón gabonát termeszteni, mint Ukrajnában például. Na látod, a dacos szerkesztő most közbeszól, hogy mégiscsak érdemes lett volna elmondani ezt az 5 pontot, mert ugye ezek közé tartozik az Ukrajnából származó mezőgazdasági termékek behozatalának korlátozása, és a bejelentési kötelezettség a korlátozás alá eső termékek bárhonnan történő importja esetén. De akkor most már elmondom, hogy a gázolaj után visszaigényelhető adó mértékét is növelik, az államkincstár kifizeti a terület alapú támogatásokat, és hát igen, van még itt a Széchenyi kártya programhoz tartozó, az agrár részhez tartozó újabb 45 milliárd forint, és a feldolgozóipar fejlesztése. Itt te csak cukorgyárra kérdeztél, csak cukorgyárra kaptál választ, lehet hallani más irányú fejlesztésekről is? Például, kicsit most hazabeszélve, tegnap volt az Economics-nak egy gazdasági konferenciája. Ott például a Hólosi Dávid, az MBH-nak az agrár ügyvezető igazgatója, üzletágának az ügyvezető igazgatója, például a GPS alapú technológiának a fejlesztéséről beszélt. Tehát ilyen keretekre és ilyen célokra lehet még pénzeket kapni, hogy így feltőkésítve és a digitalizáció korában átvezetve a cégeket lehessen emelni a magyar mezőgazdaságnak hatékonyságát. Tehát tényleg ezt úgy kell igazából elképzelni, hogy nem csak az óriás befektetőknek lehetne ez kitörési pont, hanem azoknak a kisebb, meg családi gazdálkodásokra, amit mindig ugye szoktuk mondani, hogy velük mi van, hanem az ők tudásukat, az ő lehetőségeket tudják kiemelni, és ugye ezekre most több ezer milliárd forintot is ki tudnak szórni a következő 21-27-es, ami ugye előttünk is áll, 21-27-es Európai Uniós ciklusban. Tehát elvileg, hogyha mindent úgy csinálnak, ahogy mondanak, akkor 2030-ig valószínűleg egy hatékony mezőgazdaság előtt állatunk, de hogy mik a konkrét elképzelések, a konkrét menetrend, azt egyelőre még nem ismerhető, legalábbis nekünk még nem árulták el. Amit viszont lehet tudni, azt most megbeszéltük. Sarkadi és Csaba az Economics újságírója volt velünk. Köszönöm szépen neked. Én köszönöm, hogy beszélgethettünk. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora. Rónai Egonnal. Gazdasági magazinunk utolsó beszélgetését ma dr. Kozák Tamással, az Országos Kereskedelmi Szövetség újonnan kinevezett főtitkárával követjük el. Jó napot kívánok, Kozák úr! Jó napot kívánok, köszöntöm a hallgatókat! Ha valaki főtitkára lesz az Országos Kereskedelmi Szövetségnek, az milyen kötelességekkel jár? Szép és kihívás, nagy kihívás. Ugye magának a kereskedelmi ágazatnak az érdekeinek a védelme, a kereskedelme, minden, ami kiskereskedelem, nagykereskedelem, szakmai álláspontoknak a képviselete, vélemények, észrevételek, megint csak a döntéshozókkal, a különböző stakeholderekkel, kommunikációs partnerekkel történő megvitatása, elemzése, izgalmas feladat. Lesz dolga. Nem unatkozott. Főleg hát lesz dolga azért, mert hogy a kereskedelem nem a legjobb éveit éli, és hát nyilván rengeteg panasz érkezik önökhöz, rengeteg zokszó és rengeteg kérdés, hogy tudnak-e segíteni. Mi a baj a kereskedelemmel? Különösen nyilván a kiskereskedelem az, amivel mi a legtöbbször találkozunk, de talán a nagykereskedelem is ér egy-két szót. Hát ugye nem szeretnék visszamenni a Covidig, mert ugye akkor volt az első nagy panaszáradat, aztán a Covidból valahogy kimászott az ágazat is,
És hát a kereskedelem épp úgy, mint a többi ágazat alapvetően attól, vagy a működése, teljesítmény attól függ, hogy az országnak a teljesítése, hogy alakul a teljesítménye. Egyébként a legfontosabb mérőszám, amit szoktunk alkalmazni, a GDP. Hogyha növekszik a GDP, akkor több jövedelem kifizethető. Hogyha ezt a jövedelmet nem viszi el az infláció, akkor a reálkeresetek is javulnak. Hogyha a reálkeresetek növekednek, akkor többet tudunk fogyasztani. Hát ha többet tudunk fogyasztani, akkor pedig egy részét ennek a fogyasztásnak a kereskedelembe költjük el. Úgyhogy ilyen egyszerű, hát sok-sok idézőjelre persze természetesen. Alapvetően a kereskedelem, vagy kevés olyan ágazat van, vagy kevés olyan területe van a gazdaságnak, amelyik ennyire függne a makrogazdasági környezettel, a makrogazdasági indikátoroktól. Most tartott egy beszédet, amelynek egy része azt elemezte, hogy a fogyasztási szerkezet alakulása hogyan határozza meg egyrészt az ágazat működését, másrészt hogyan írja le egy ország állapotát. És ott hozta példának azt, hogy miközben Magyarországon nagyjából a GDP-ből 100 forintból 60-at költünk fogyasztásra, a norvégok ugyanennyiből 37%-ot. Ez mit jelent? Hát ez önmagában még nem minősít semmit. Ugyanakkor azt viszont jelzi, hogy a gazdaságpolitának milyen prioritásai vannak. Ott, ahol a belső fogyasztásnak nagy szerepe és jelentős szerepe van, ott a GDP-ből, a GDP felhasználásából a háztartásoknak a fogyasztása jelentősebb. A szlovákoknál 60% fölött van, nagy valószínűséggel a norvégoknál az exportra, ugye főleg itt az olaj, nyers olaj exportra helyezik a hangsúlyt. Ugye nálunk mostanában sokat lehet hallani a túlfűtött gazdaságról, vagy a túlfűtött gazdaságpolitikáról. Ennek az egyik eleme az, hogy megpróbáljuk, vagy a gazdaságpolitikai döntéshozók megpróbálják a fogyasztást fűteni, a fogyasztást ösztönözni. Ha már említettem a beszédet, akkor azt is tegyük hozzá, hogy a Pénzcentrum szervezett egy konferenciát, és ott szólt erről, amiként arról is, hogy mekkora gondokkal küzdenek a kiskereskedelmi vállalkozások, mert hogy alig van nyereségük. Ez a nyereségszint, ez kisboltokra és nagyáruházakra egyformán 2-3%? Hát érdekes összefüggést mutat az elemzés. Azt láttuk, hogy az átlagnál kisebb nyereségszintet, és ugye itt relatív, tehát nyereségszintről beszélünk, a nyereségnek az árbevétele viszonyított arányáról beszélünk, a legkisebbeknél csökkent a legjobban, és a legnagyobbaknál, tehát a legkisebbek, akik a legjobban megsínlették az elmúlt éveknek a gazdasági hullámzását, illetve a nagyoknál, akiknek tudjuk, hogy hát elég jelentős adóterhet kell elviselniük. Igazából a nagyoknál csökkent még a nyereségszint, igen. A kicsiknél meg ugye nyilván az a gond, hogy a nagyokhoz mennek a vásárlók, mert ott találnak nagyobb akciókat, és ott találnak nagyobb választékot. Hát igen, eleve a kereskedelemben nem csak Magyarországon, hanem egy régió, vagy mondhatjuk azt nyugodtan globális szinten van egyfajta átrendeződés, hogy a pici boltok, az önálló boltoknak az aránya az csökken, bár azért Magyarország még mindig jelentős, tehát még mindig nagyjából 10% körül van, de hát azért azt látnunk kell, ezt a fajta szerkezet átalakulást azért érteni kell, hogy a nagyboltok, akik piacot, vagy nagy áruházak, akik piaci részesedést tudnak nyerni, a picik, akik küzdenek, megpróbálják a különböző piaci réseket megtalálni, de hát azért a számosságok, az arányuk az nem nő. Ki kiállt elsősorban segítségért most kivel, melyik ágazattal, vagy melyik az ágazat melyik részével lesz most hirtelen a legtöbb dolga? Hát a KKV az mindenképpen mindig segítségre szorul. Ugye a KKV a COVID alatt megsínlették a forráshiányt, megsínlették az eszközhiányt, és hát amit látunk, azért alapvetően a nagyok azok, akiknél a jövedelmezőséget igyekeznek helyreállítani. Ugye azért is kulcskérdés egyébként a nagy szereplőknek a ágazati szinten a jövedelmezőségnek a javulása, mert ezen a konferencián az is elhangzott, hogy maga a kereskedelem az egyébként az egyik legnagyobb GDP termelő, tehát a GDP-hez való hozzájárulása 10% fölött volt az elmúlt években, és sajnos ez csökken. Nem ismerjük még a 2023-as adatokat, de valószínűsíthető, hogy már 10% alatt van, nem is kis mértékben. Tehát ez nem csak a kereskedelemnek fáj, hanem az egész gazdaságpolitikai döntéshozóknak is ez egy fájó pont lehet, ha a kereskedelembe csökken. Mert ha a kereskedelembe csökken a jövedelmezőség, az azt jelenti, hogy kevesebbet is tudnak fejleszteni. Ha kevesebbet tudnak fejleszteni, akkor ezt végsősorban
közép-hosszú távon a fogyasztók is megsínlik. Hát és az meg, hogy a fogyasztó mennyit tud költeni a kereskedelemben, az meg az ország gazdasági erejét is nagyjából leírja. Dr. Kozák Tamás, az Országos Kereskedelmi Szövetség főtitkára volt, aki beszámolt az ágazat problémáiról. Nagyon köszönöm önnek. Én köszönöm a lehetőséget. Viszont hallásra. És búcsúzom önöktől is, kedves hallgatók, eddig tartott ma a több, kevesebb, holnap ugyanebben az időpontban jelentkezünk. Somodi Solymos Eszter szerkesztő nevében is búcsúzom. Róna Jegon vagyok. Viszont hallásra.